Nagyszerű. Köszönöm szépen. Én is nagyon örültem, hogy megszerveződött így az online térben ez a konferencia, hogyha már személyesen nem is sikerült. És az külön öröm, hogy itt a élelmiszeraktivista hálózatból is látom, hogy vannak itt a részvevők között, úgyhogy én ezt már nagy sikernek könyvelem el. A témám az nagyon sokban fog kapcsolódni az eddig elhangzottakhoz. Tulajdonképpen, ahogy itt hallgattam az előző előadásokat, én úgy éreztem, hogy onnan veszem föl a fonalat, ahol a Varga Anna előadásának a vége volt. Tehát tulajdonképpen ez a másik oldala a tájhasználatnak, a nem hagyományos használat, nem hagyományos tudás, hanem az az új használat, ahogy az új szereplői a vidéki gazdaságnak, ezek a városról kiköltöző gazdálkodók elkezdik ezeket a tájakat használni. És én igazából éppen emiatt egy kicsit úgy érzem, hogy egy másik oldalát ismerem jobban ennek a témának. A kutatás központjában is jóval inkább az a kérdés van, hogy hogyan lesz a gazdálkodásból megélhetés, milyen stratégiákkal egyeztetik mondjuk az értékesítés nehézségét, vagy annak az idővabló voltát a gazdálkodás valóságával a sajtkészítő gazdaságok, és hogy hogyan lesz ebből számtalan gyakorlattípus, ahogy ebből egy családnak megélhetést lehet csinálni. Úgyhogy izgalmas volt számomra ebből a szempontból végig gondolni az anyagomat, és viszont azt hozzátenném az egészhez, hogy van egy bizonyos módszertani hiányosságom, amit mindig is érzek ennek a témának a tájjal kapcsolatos oldalának vizsgálatával, tehát a magam részéről érzem azt, hogy nem vagyok se biológus, se agrármérnök, és hogy a környezettel való viszonyhoz tehát a táj hatásainak a gazdálkodása, valamint a gazdálkodás visszahatásának a tájra, ennek a viszonynak a vizsgálatához én szükségesnek érezném ezt a tudást. Tehát, hogy én igazából ilyen antropológiai szintű tereptapasztalatként látom, hogy hogyan alakulnak ezeknek a gazdaságoknak a területei. Látom, hogy tényleg ilyen elhagyott, szukcessziónak alávetett, bozótos cservés területeket hogyan alakítanak egy művelt kultúrtájá. De hogy ehhez nincs meg az a szükséges biológiai ismeretem, hogy mondjuk valóban azt így részletében be tudjam mutatni, hogy itt hogyan alakul a biodiverzitás a hatására. Úgyhogy nagyon sok lesz az ilyen kérdés, meg ilyen felvetés ebben az előadásban, tehát egy kicsit ez egy ilyen, most egy ilyen módszertani kísérlet, hogy a saját anyagomat ebből az egészből, ebből a szempontból átnézem ki. És viszont én azt gondolom, hogy az, hogy valami nem egy ilyen folytonos hagyományba való belenevelődéssel jelent meg a helyi társadalmakban, a helyi gazdaságban, az nem jelenti, hogy ne lehetne az a környezetre is egy ilyen pozitív hatással. A kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen hatással legyen. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan a szakpolitika, meg a civil szféra, meg a vidékfejlesztő projektosztályvétek számára is jelenthet feladatokat és vállalásokat. Akkor bevezető mégiscsak egy kicsit hozzá kell fűzni ahhoz, hogy miért éppen a sajt ennek a kutatásnak a témája, ami ehhez az egészhez is nagyon szorosan kapcsolódik, mert hogy én azt látom, és az eddigi anyag ezt a hipotézisemet ezt elég jelentősen igazolta is, a Balaton felvidéken különösképpen, hogy kifejezetten a sajtkészítés, tehát a nem csak az egyszerűbb feldolgozott tejtermékekre, hanem kifejezetten a sajtokra irányuló termelői tevékenység, az a legtöbb esetben a városról vidékre leköltöző rétegnek a körébe esik. Ennek jó pár oka van. Az egyik legnagyobb oka az, hogy a magyarországi hagyományos tejfeldolgozási tudás az újfajta gasztronómiai trendekkel egy ilyen, hát ha nem is ellentétben van, de hogy nem igazán felel meg azoknak. Az újfajta gasztronómiai trendekben azok a hosszú érlelésű, olasz, francia, svájci, alpesi típusú sajtok vannak, amelyek nemzetközivé vált receptek alapján forognak a köztudatban, és
tulajdonképpen a gasztronómiai szférában ezek alapján lehet így azt mondjam, villogni. Tehát, hogy ezek azok, amikkel meg lehet mutatni a sajtkészítő szakmai felkészültségét, tudását a gasztronómiai terepen. Tehát éppen emiatt a sajtkészítők között nagyon sokszor kifejezetten a gasztronómia, vagy épp egy ilyen ökológiailag tudatos, alternatív módszerek és alternatív értékesítési csatornák fele orientált termelői réteg lesz az, aki ebben benne van. Ez persze nem 100%-ig igaz, pont a teljes doktori disszertációnak majd az lesz az egyik célkitűzése, hogy ezt a sokszínűséget megmutassa egyetlen termékkör kapcsán, hogy egyetlen egy ilyen magas hozzáadott értékű, magas feldolgozottságú termékkör esetén mennyire sokszínű az a háttér, ahonnan termelők jönnek, és igen, vannak olyanok, akik még ha kisebb létszámban is, de mondjuk több generációs családokból, egykor mondjuk a háztáji gazdaságban tejet termelő családokból jutnak el oda, hogy az egyszerűbb termékkör mellé ilyen magasabb hozzáadott értékű sajtokat is készítenek, mert hogy ebből lehet egy megélhetést kovácsolni, de túlnyomó többségben úgy látom, hogy a sajtkészítők között ezek a városra leköltözött gazdák vannak. A módszertanról egy kicsit, a képek is azt illusztrálnák, hogy van ennek egy ilyen egyéni oldala, tehát ahol én járok a terepen, interjúzok, megfigyelek, résztvevő megfigyelek, ezeknek az adatéval egymást is kontrollálom, tehát a megfigyelési adatokkal, az interjúban elhangzottakat, az interjúkban elhangzottakkal a megfigyelteket. Tehát próbálom folyamatosan összevetni azt, hogy a sajtkészítők hogy látják a saját tevékenységüket, és mondjuk hogy látom én ezt egy ilyen megfigyelési alkalommal. De hogy az nem hagyható ki a dologból, hogy ezzel párhuzamosan én a lokáli kutatásnak, egy otka kutatásnak is a tagja vagyok, ahol a Káli medencének a helyi élelmiszerrendszerét vizsgáljuk. A termelői oldal, a termelői nézőpontok vizsgálata az kifejezetten az én területem ezen a kutatáson belül. De hát itt folyamatosan a kutatócsoport tagjaival egy állandó, értelmező eszmecserében vagyunk, ami egyértelműen hat arra, hogy hogyan látom a tágabb környezetnek, a Balaton felvidéknek a sajtkészítőit, és persze arra is, hogy az egész doktorium során ezt az egész szektort hogyan látom. Tehát itt nyilván ezek a saját gondolataim, de mindig ezeknek a beszélgetéseknek a tanulságai is benne visszhangoznak. És akkor rátérve a konkrét témára, ebben az egész kutatásban a táj a mi értelmezésünkben kétféleképpen jelenik meg, és kétféleképpen befolyásolja a gazdaságoknak a tevékenységét. Ott van az a ökológiai fizikai tér, amiben egész egyszerűen fizikailag, földrajzilag elhelyezkednek ezek a gazdaságok, de közben ott van az a mentális táj, az imás táj is, ami legalább annyira meghatározó és fontos ezeknek a gazdaságoknak a tevékenységében, és ami természetesen össze is függ a fizikai, ökológiai értelemben vett környezetnek a tulajdonságaival. Nyilván ennek a környezetnek egyes elemei is emelődnek be, így kitüntetett imásként a mentális térbe. A Balaton felvidék kapcsán a lokáli kutatásnak pont ez az egyik témája, hogy mondjuk az építészet, a természeti táj, de olyan konstruált képek is, mint a nyugalom, vagy ez az értelmiségi közeg, ezek hogyan határozzák meg mondjuk ezt a Káli-medencét, vagy a Balaton-felvidéket a mentális térben. És tehát az látszik, hogy nyilván a kettő össze is függ, de a mentális tájnak vannak olyan elemei, az imástérnek vannak olyan elemei, amelyek kvázi függetlenek a fizikai valóságtól. Nemes Gusztáv kutatásvezető gyakori kedvelt példája, mikor az ember látogatói kérdőívezik a Pálffy pincészetnél Köveskál főutcája mellett, ahol a nyári időszakban percenként húznak el az autók, méghozzá meglehetősen drága autók, és ez nem zavartatja a látogatókat abban, hogy a látogatói kérdőívben, és mi a Káli-medence vonzereje,
témára folyamatosan egymás után mondják, hogy hát a csend és a nyugalom. Tehát, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy ez a kettő azért el is tud válni. Na most az én értelmezési keretem a gazdálkodói tevékenységhez nagyjából a következő. Adottak a gazdák az ő folyamatosan változó tőkéikkel és a mentalitásukkal, amivel ezt a gazdaságot vezetik. Ez találkozik ezzel a kettős értelmezésű tájjal, és ez egy ilyen dinamikus időbeli folyamat, ahol ezek az elemek így folyamatosan változóan találkoznak, ebből születnek mindig ilyen döntési szituációk, és abból lesz egy ilyen folyamatosan dinamikusan változó gazdasági gyakorlat. Na most ebből a folyamatból nézzük most meg, hogy a tájt, mint ökológiai fizikai környezethez hogyan viszonyul a gazdaság. Én úgy látom, hogy ez egy ilyen oda-vissza folyamat. Tehát, hogy ez is nagyon sokszor fölment az előző előadásom, hogy a táj is befolyásolja a gazdálkodót, de a gazdálkodó is visszahat utána a tájra. És tulajdonképpen, tehát az ember ugye folyamatosan a tevékenysége során használja úgymond a természetet, mindenféle termékeket állít elő a saját fennmaradásához, és a kérdés az lesz, hogy az, amit visszatesz oda, az csak szennyezés, externália, tehát egy ilyen kihasználó jellegű hatás, vagy része is a természetnek, és egy ilyen körforgásá alakítja valóban ezt. Tehát ezeknél az új használóknál is az lesz a nagy kérdés, hogy létezik-e, vagy hogy hogyan lehet a gazdálkodás a környezettel harmonizáló, vagy tájba illeszkedő, hogyan tudja ezt a fajta körforgást megvalósítani. És akkor úgy gondoltam, hogy a következőkben akkor ezt a körforgást nézzük meg azokkal a részleges adatokkal, amik rendelkezésemre állnak a sajtkészítőknél. Az első ilyen szempont, hogy hogyan hat a környezet, a környezetben való gazdasági működés a gazdálkodókra, mint egyénekre. Tehát, hogy én azt látom, hogy az ő keretükben ugye nincsen egy folytonosság abban, hogy ide költöznek. Nem az van, hogy már a nagyszülők vagy a dédszülők generáció is gazdálkodással foglalkozott. Legfeljebb ilyen marginális hatások szoktak előfordulni, hogy mondjuk a nagymamánál való gyerekkori nyaralások az egy olyan meghatározó élmény, ami belehajtja őket a gazdálkodásba, vagy valamilyen gyökér mégiscsak oda van, ahova leköltöztek, de ezek tényleg nem ilyen szoros kötelékek, hogy mondjuk belenevelődés a gazdaságban, hanem tényleg csak ilyen, néha akár azt is mondhatjuk, hogy önigazolás szintű, hogy az ember mégiscsak keresi a döntései mögött levő hajtó okokat, és akkor meg lehet találni, hogy mégiscsak van egy kötődésem a tájhoz. Tehát néhol ezek meg is konstruáltak. Viszont sok a teljesen beismert totális esetlegesség is. Tehát, hogy egy-egy nyaralás során megtetszett, vagy tényleg célzott kutakodás során itt volt egy olyan hangulat, vagy ott itt sikerült olyan földhöz jutni, ami úgy szimpatikus lett, és ami segített az indulásban. Ugyanakkor az is sokszor észrevehető, hogy ezek a gazdák keresik a kapcsolatot a hagyományos gazdálkodókkal, sokszor meg is találják, tehát itt a Balaton felvidéken több olyan példa van arra, hogy a hagyományos pásztorokkal volt egy ilyen tanulási folyamat, és nagyon sokszor pont a gazdálkodási tevékenység az, ami miatt be is tudnak illeszkedni. Erre van egy jó idézetem, ami jól mondja ezt a munkaetikát, ami végsősorban az elismerést kihajtja. A helyiekkel való viszonyban mondja egy gazdálkodó, hogy hát nagy irítség eleinte. Aztán utána látják, hogy amikor ők a kocsma előtt ülnek, te meg már tizedszer fordulsz traktorral, akkor már rájöttek, hogy nem is nagyon irigyelnek, már lassan sajnálnak. Tehát, hogy a munkának van egy ilyen alakító hatása az ő képükre egy-egy helyi társadalomban. És nagyon sokszor az látszik, hogy egy ilyen nem hagyományos jellegű ökológiai tudásuk kialakul, tehát egy gyakorlati tudásuk az alatt a néhány év alatt, amíg mondjuk elkezdik a gazdálkodást, itt nagyon sokan ilyen 8-10 vagy akár csak 5 éve foglalkoznak állattartással, de beszámolnak arról, hogy milyen gyakorlati jellegű tudásuk és kapcsolatuk van a természettel, és magukkal, az állatokkal is. Tehát már ez alatt a viszonylag rövid idősáv alatt is látszik, hogy kialakul az a tájról való ilyen mélységi jellegű ismeret, ami a rengeteg kint töltött idő hatására
elindul. És persze itt jön be az, amit az előbb említettem, hogy sokan tudatosan is keresnek hagyományos gazdálkodókkal kapcsolatot. A másik, amivel nagyon sokan beszámolnak, az egyfajta ilyen személyiségformáló hatás, amiket alakítja. Tehát, hogy van egy ilyen hatás. Ez nyilván megint egy ilyen határterülete a néprajznak, tehát, hogy nyilván nekem van jó pár szubjektív beszámolom arról, hogy ez hogyan zajlik le, de ebben megint csak részleteiben egy pszichológus tudná ezt kifejteni, ami egyértelmű, hogy mivel egy nagyon gyakorlatias tevékenységgel foglalkoznak ezek a gazdálkodók, ez a gondolkodásmódot is befolyásolja. Ez gondolom azért nem bizonyul annyira a megkérdezhető állításnak. És az a kérdés, hogy a környezet, az hogyan fog magával a gazdálkodási gyakorlatra hatni? Hát egyrészt az látszik, hogy szinte mindenütt egy ilyen föld és ökológiai erőforrás hiány az, ami az alap. Tehát, hogy, és ebben nem nagyon látni a táji különbségeket, szinte mindenütt erről számolnak be a gazdálkodók, hogy nagyon nehéz földhöz jutni, nagyon foglaltak a jó minőségű termőterületek, és ebben látszik egy olyan is, hogy hát egyrészt újra kell formálni ezt a kultúrtájat, tehát leharcolt, elhagyatott, bozótos által visszaordított területek vannak, amiket én látok egy ilyen hatást is, hogy nagyon sokszor a kecskék elterjedése is ezeknek a gazdálkodóknak a körében ennek köszönhető. Sokan kifejezetten érzékelik, van ilyen elbeszélésem is, hogy a kecskék már használható első körben a táj, a szarvasmarháknak teljesen másra volna igénye. Tehát van egy ilyen jellegű hatás. Van, aki kifejezetten elmondja, hogy hát megpróbálkozott szarvasmarhákkal, de egy-két év után rájött, hogy ez a terület ez gyakorlatilag alkalmazhatatlan. Emellett van egy nagyon erős érzelmi hatás is. Tehát, hogy egyrészt egy erős érzelmi kötődés kialakul az állatok fele, és szinte mindenütt dokumentálható. Másrészt van egy ilyen etológiai jellegű tudás is az állatok viselkedéséről, tehát ugye megkülönböztető neveik vannak a kecskéknek, nagyon sokan számolnak a kecskéknek a személyiségéről, a személyiség típusairól, arról, hogy egészen ellentétes dolgokat is állítanak a kecskék együttműködő voltáról, vagy éppen pont, hogy agresszív voltáról. Tehát nagyon sokféle ilyen van, de nagyon sokféle konkrét viselkedés, megfigyelés, hogy hogyan működik az ő állományuk, milyen szerepek vannak azon belül, hogyan kell őket kezelni. Nagyon-nagyon sok ilyen jellegű tudás halmozódik föl körükben. És akkor a másik kulcskérdés, ami megint csak így inkább csak fölvetni tudom, tehát azt látjuk, hogy itt az ökológiai tudás az alakulóban van. Tehát, hogy míg a többi előadásban egy ilyen több generációs, hosszú időszakra visszanyúló tudás van, itt meg egy ilyen fiatal, kiforróban levő tudás. A nagy kérdés az tényleg az, hogy ez a kultúrtáj fönntartó hatás, ez érvényesül az újonnan letelepülő gazdálkodóknál, valóban tájba illeszkedő környezet kímélő gazdálkodás folyik-e, így, hogy nincsen meg a hagyománya. Én abszolút azt látom, hogy igen, tehát, hogy nagyon sokszor tényleg a szemem előtt bontakozik, hogy itt kultúrtájak bontakoznak ki a teljesen elhagyott területekből, és nagyon sokszor tényleg mondjuk pont ilyen fáslegelők fenntartásában is ilyen gazdálkodók vállalnak kulcsszerepet. Ezt nagyon sokan mondhatnánk azt, hogy ösztönös módon csinálják, de inkább az arról van itt szó, hogy megvan mondjuk az ökogazdálkodói szemléletmód, az a tudatosság, amivel ők viszonyulnak ehhez az egészhez. Tehát igyekeznek bepótolni a hagyományos jellegű tudásnak a hiányát. Tényleg nagyon sokan igyekeznek keresni a hagyományos gazdálkodókkal való kapcsolatot, és viszont tényleg érdemes lenne megnézni szerintem azt, hogy milyen hatással vannak a biodiverzitása és a kultúrtájba, mert hát egyrészt ez szerintem egy rendkívül izgalmas dolog, amit így alá lehet húzni, hogy
Egyébként egy kis termelői gazdálkodás, egy legeltető típusú állattartás, az természetszerűleg, hogyha nincs meg mögötte még a kiforrott tudás, akkor se tud olyan biodiverzitás romboló hatással lenni, mint egy konvencionális nagyüzem. Pali, bocsánat, hogy beleszólok a mondatodba, 2 perc van még Két vissza, perc van, sőt, hát jó. most már annyi se, de ne, de még 2 percet. Jó, 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 jó. Jó, tehát, na most viszont nem tudom, hogy hol volt a mondatomnak a fele, tehát, hogy milyen hatással vannak a környezetre, ezt érdemes lenne ilyen multidisziplinárisan is megvizsgálni. És még egy izgalmas kérdés, hogy viszont a termékkör kapcsán azt nem látjuk, azt a fajta tájjelleget, ami mondjuk a nyugat-európai terroármozgalmakban megvan, hogy a táj az a konkrét végterméket is meghatározza. Mondjuk ugye, mint a boroknál, ez a terroár jelleg, ez már egyre nagyobb hangsúlyt kap. A tejtermékeknél ez még abszolút nem alakult ki. Itt egy teljesen ellentétes folyamatot látunk, hogy inkább a fogyasztói és vevői minták lesznek, amik meghatározzák a termékkört, és az fogja meghatározni a végtermelést. De közben láthatunk egy ellenkező irányú elmozdulást, láthatjuk, hogy megjelennek azok a nyers teljes sajtkészítők, akik elmozdulnak a faélesztő használattól, elmozdulnak a globális receptektől, és már egy ilyen mikrobiológiai szinten is próbálnak a közvetlen környezetükből kiforró tejtermékeket létrehozni, és látjuk azt a törekvést, hogy itt is kialakuljanak bizonyos tájjellegű termékek. Ez egyelőre sok helyen még csak a marketingben jelenik meg, hogy mondjuk a Balatonsajt megjelenik, mint márkajelzés, de már egyre többen vetik fel azt, hogy lehetnének ilyen bizonyos eredetvédelem jellegek a sajtkészítésnek a körében is. De látjuk azt, hogy itt meg kell teremteni nagyon sokszor, újra kell konstruálni ezt a hagyományt. Az, amihez vissza lehetne nyúlni, az a nemzetközi trendeknek és a fogyasztói igényeknek nagyon sokszor nem felel meg. És erről meg máshol sok helyen beszéltem, úgyhogy csak érintőlegesen, hogy viszont az imástáj az abszolút az értékesítésnek minden szakasza mögött ott van, és egy kulcsfontosságú hatással van így a gazdálkodók megélhetésére. Tehát itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy ilyen turizmus vezérelt élelmiszerrendszer is tud a kistermelőkre pozitív hatással lenni. A konklúziók, azt igazából lehet, hogy nem is ismétlem meg. Én azt látom, hogy egy ilyen kutatás az azért is fontos, mert kijelöli a vidékfejlesztés szerepét és lehetőségeit, és pont így a környezeti hatások elősegítése szempontjából is lehet fontos megnézni ezeknek a gazdáknak a tevékenységét. És még egy gondolat, hogy ami itt is tulajdonképpen megint előjött bennem ennek az altémának a kapcsán, hogy sokszor látszik az, hogy a városi fogyasztók, de akár a városról leköltöző gazdálkodók és a helyi gazdálkodók, helyi társadalom között van egy törés, egy kommunikációs vákum, kulturális különbségek, és hogy viszont igazából ennek a meghaladása, az a tájhoz való kapcsolódásban, az ökológiai jellegű tudások megszerzésében is kulcsfontosságú lenne. Tehát ez megint csak aláhúzza annak a szerepét, hogy egy ilyen integrált jellegű vidékfejlesztési modellre van szükség, ami egy rendszerben kezeli a beköltözőket, tőzsgyökereseket és a köztük levő kapcsolatoknak az elősegítésére irányul, tegye ezt akár workshopokkal, kommunikációt elősegítő rendezvényekkel, vagy akár mondjuk olyan képzésekkel, ilyen vetült föl bennem, ahol például ezt az ökológiai jellegű tudást, ezt egy ilyen megosztható tudásra is lehet tenni. Úgyhogy akkor ennyi fért most bele, köszönöm szépen, még fölvillantó bibliográfiát, jó sok van, és köszönöm a figyelmet.